Sokkolta a világot a malajziai utasszállító kelet-ukrajnai tragédiája. A gépen 298-an voltak, köztük sok gyerek és konferenciára utazó tudósok, mindenki meghalt. Az amerikai hírszerzés az eddigi adatokra hivatkozva azt állítja, hogy az orosz szakadárok által kilőtt rakéta találta el a repülőt. Az ukrán kormány biztonsági szolgálata szerint tudják, hogy három orosz indította a rakétát. Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, az ukránok a felelősek, mert az ő területükön történt a tragédia. A szakadárok az ukrán kormányerőket vádolják. Abba viszont beleegyeztek, hogy a katasztrófa helyére, aminek térségét ők ellenőrzik, beengednek egy független vizsgálóbizottságot. A BBC értesülése szerint egy 30 fős nemzetközi csoport már megérkezett a helyszínre. Az Egyesült Államok jelezte, hogy saját szakértőket küldenek. A katasztrófa miatt összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát. És most nézzük részletesen, hogy mi történt. A Maláj légitársaság 17-es járata Amsterdamból Kuala Lumpurba tartott 298 emberrel a fedélzetén, amikor körülbelül 10.000 méteres magasságban feltehetően egy földről indított rakétával lelőtték Ukrajna felett. Egyre több drámai felvétel látható az interneten a katasztrófáról, köztük egy olyan videó, amely a becsapódás pillanatát örökítette meg. A világ gyászol, a támadást eddig még senki sem vállalta magára, megrázó összeállítás következik. Több tucat holttest és rengeteg emberi maradvány, személyes tárgyak, bőröndök, ülések és a repülőgép alkatrészei. Ezek az első felvételek, amelyek közelről mutatják az ukrajnai Donyeckben lezuhant malájgép maradványait. A roncsok másfél kilométeres körben szórodtak szét, a katasztrófát többen is látták. A repülő már a levegőben több darabra tört. A fejem felett robbant fel. Először azt hittem, a házamra fog esni. Csak pörgött lefelé, mint egy orsó, és a földre zuhant, mondta egy orosz nemzetiségű szakadárkatona. A malájgép földbecsapódását hatalmas robbanás kísérte. Ezt a pillanatot rögzítette ez az interneten feltűnt videó, hogy ki készítette, egyelőre nem tudni. A felvételen két férfi beszélget, az egyik ukránul, a másik oroszul. A Maláj légitársaság 17-es járatának útvonala. A Boeing 777-es típusú gép 298 emberrel a fedélzetén Amsterdamból Kuala Lumpurba tartott. A légitársaság a kelet-ukrajnai háborús helyzet ellenére nem változtatott a járat szokásos útvonalán, amely érintette a Donyeck vidékét is. A térség felett a tragédia előtt más légitársaság gépei is repültek. A 17-es járattal 4 órával a felszállás után az orosz-ukrán határtól 50 kilométerre szakadt meg a kapcsolat. A gépet a legtöbb külföldi katonai szakértő szerint egy szovjet fejlesztésű, földről indított rakéta találhatta el. A Buk-típusú légvédelmi fegyvert az ukrán és az orosz hadsereg is használja, elvileg akár 25 kilométeres magasságban repülő célpontok ellen is hatékony. Az utasoknak semmi esélyük sem volt. Ezek a felvételek az első vizsgálatokról készültek. Az ukrán hatóságok önkéntesek segítségével fésülték át a környező szántóföldeket, roncsok és emberi maradványok után kutatva. Rövid idő alatt több tucatnyi bőröndöt, útlevelet és ruhadarabot találtak. Az eddigi információk alapján a Maláj légitársaság 17-es járatán 298-an voltak. A legtöbb áldozat, 173, holland állampolgár volt. A gépen rajtuk kívül 44 maláj, 27 ausztrál, 12 indonéziai, 9 brit, 4 német, 4 belga, 3 Fülöp-szigeteki, 1 kanadai és 1 új-zélandi állampolgár utazott. 5 áldozat állampolgárságát még nem sikerült megállapítani. A gépen sok gyermek is utazott. Az eddigi információk szerint nincs magyar a halottak között. A katasztrófáért a felelősséget még senki sem vállalta magára, ám több jel is arra mutat, hogy az Ukrajnában harcoló orosz szakadárok állhatnak a támadás mögött. Erről tanúskodik egy hangfelvétel, ami a gép lelövése után készült. Egy telefonbeszélgetésről van szó, amit az ukrán biztonsági szolgálat hozott nyilvánosságra. Épp most lőttünk le egy gépet, mondta az egyik hang. Hol a személyzet? Kérdezett vissza a beszélgető partner. Úton vagyunk, hogy megkeressük és lefotózzuk. Füstöl, jött a válasz. Hány perce történt? 30. Így kezdődött a beszélgetés. Később a felvételen már pontosabb információkat is közöltek. 200 halottat találtunk, civilek. Ez egy civil gép. Sok ember van ott, rengeteg törmelék, hangzott a válasz. És milyen típusú gép? Még nem állapítottam meg, a gép nagyobb részét még nem láttam. Azt látom, ahol az első darabok értek földet. Fegyverek vannak? Semmi. Csak civilek holmiai, törölköző, WC-papír. Dokumentumok?
igen. Egy indonéz diák papírjai, hangzott a válasz. A katasztrófa sokkolta a világot. Az érintett országok politikusai az ügy haladéktalan kivizsgálását követelik. A legfontosabb, hogy a baleset helyszínét minél előbb több független szakértő is átvizsgálhassa. A gép fekete dobozáról ellentmondó információk jelentek meg. Egyes források szerint a szakadárok kezén van. Mások úgy tudják, már Moszkvában vizsgálják. A katasztrófa miatt összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát is. A katasztrófa körülményeinek azonnali kivizsgálása független nemzetközi szakértőkkel, ezt követeli Barack Obama, David Cameron és Angela Merkel is. A világ vezető politikusai szinte azonnal reagáltak a katasztrófa hírére, csak úgy, mint Vladimir Putyin, aki lényegében Ukrajnát tette felelőssé a gép tragédiájáért. Nem mindenki osztja azonban az orosz elnök véleményét. A legtöbb külföldi katonai szakértő szerint orosz szeparatisták lőhették le a gépet. Szeretném kifejezni részvétemet az áldozatok családjainak. Így kezdte Vladimir Putyin rendkívüli beszédét a malájgép katasztrófájáról. Ezután néma vigyázállással emlékezett az áldozatokra, majd rögtön a tárgyra tért. Bár nem szó szerint, de lényegében Ukrajnát okolta a tragédiáért. Szeretném megemlíteni, hogy a tragédia nem történt volna meg, ha a területen béke honolna, ha a harcok nem indultak volna újra Délkelet-Ukrajnában. Ezért a szörnyű tragédiáért azt az országot terheli a felelősség, amelynek a területén a katasztrófa történt, mondta Putyin. Vagyis Ukrajnát. Nem minden európai politikus osztja az orosz elnök véleményét. Különösen az ukrán elnök nem, aki videóüzenetében a harcoló orosz szakadárokat vádolta. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az esetet nem balesetként vagy katasztrófaként, hanem terrorcselekményként kezeljük, mondta Poroshenko. Az ukrán elnök annyira biztos a dolgában, hogy közölte, akár nemzetközi szakértőket is fogad az ügy kivizsgálására. Ezt a holland miniszterelnöknek mondta, amikor felhívta telefonon, hogy részvétét nyilvánítsa. A tragédia legtöbb áldozata holland állampolgár volt. Ma interjút adott a Donyecki szakadármozgalom önjelölt miniszterelnöke is, aki tagadta, hogy közük lenne a géplelövéséhez. Feltételeztem, hogy az ukrán média minket fog vádolni a géplelövésével. Ez technikailag lehetetlen, mert katonai fegyverzetünk csak olyan hordozható gépekre korlátozódik, amelyeknek legfeljebb 600, de inkább csak 500 méter a hatótávolsága, mondta Alekszandr Borodai. Időközben az ukrán biztonsági szolgálat vezetője azt közölte, pontosan tudják, hogy kik indították el a malájgépet meg semmisítő rakétákat. Bár neveket nem említett, három orosz állampolgárságú tisztet tettek felelőssé a tragédiáért. A katasztrófával kapcsolatban megszólalt a brit miniszterelnök, a francia elnök és a német kancellár is. Mindnyájan az eset azonnali kivizsgálását követelik független szakértőkkel. David Cameron külön kiemelte, hogy az ügy felgöngyölítése csak az érintett országok együttműködésével lehetséges. Az orosz és az ukrán kormánynak mindent meg kell tennie, hogy a baleset helyszínét minél gyorsabban és alaposabban meg lehessen vizsgálni, mondta a brit miniszterelnök. Barack Obama is részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, az Egyesült Államok minden segítséget felajánl Ukrajnának, hogy kiderítsék, mi történt és miért. Ennél sokkal erélyesebben fogalmazott a német kancellár. Angela Merkel arról is beszélt, hogy a Kelet-Ukrajnában kialakult konfliktus rendezése Oroszország felelőssége is. Számtalan jel utal arra, hogy a gépet lelőtték, ezért ezt az esetet nagyon komolyan kell venni. A mostani helyzet ismét arra utal, hogy politikai megoldásra van szükség, amelyben Oroszországra nagy felelősség hárul. Ismételten és világosan felszólítom az orosz elnököt és az orosz kormányt arra, hogy járuljanak hozzá a helyzet politikai megoldásához, fogalmazott Angela Merkel. Ha bebizonyosodik, hogy valóban orosz szakadárok lőtték le a gépet, akkor a súlyos következményekkel járhat Oroszországra nézve. Akár újabb szankciókat is hozhatnak az országgal szemben. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát is. A mai világban szokatlan, ritka, megdöbbentő. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök reggel a malájgép tragédiájáról a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök kiemelte, hogy a katasztrófa egy szomszédos országban történt. Mozgás van a szomszédban, olyan mozgás, ami az ott élő magyar közösséget is érinti, és amely a szomszédság okán bennünket, magyarokat is érint. Észnél kell lennünk, és föl kell készülnünk arra, hogy ez a helyzet nem oldódik meg a következő
egy-két hónapban, hanem tartósan velünk marad a következő években. A gép lelővésével kapcsolatban sajtótájékoztatót tartott a maláj közlekedési miniszter is, aki a támadást gyalázatos tettnek nevezte, és azt követelte, hogy a tetteseket mielőbb állítsák bíróság elé. A miniszter ugyanakkor megvédte a maláj légitársaságot, amely szerinte a nemzetközi szabályok szerint megfelelő magasságban közlekedett. A tragédia előtt több nemzetközi járat is ezt az útvonalat választotta. Több mint 100 AIDS-kutató, aktivisták és családtagjaik utaztak a lelőtt gépen. A Melbourne-i AIDS-konferenciára mentek, többségük holland volt, ahogy ez elhangzott. A konferenciára magyar orvosok is utaztak, de szerencsére másik repülőn. Egy skót család kisbabájukkal csak azért úszta meg a tragédiát, mert a jegyüket áttették egy későbbi gépre. Akik lemaradtak a járatról, úgy érzik, második esélyt kaptak az élettől, akik pedig most utaznak, félnek és tanástalanok. Reszketés teljesen összezavarodott, azt sem tudja, mit csináljon, mondta Izzy szém könnyeivel küszködve. A véletlenem múlt, hogy ez a skót férfi és maláj felesége pár hetes kisbabájukkal nem volt a gépen. Az édesapa azt meséli, hogy nem fértek fel együtt a repülőre, ezért áttették őket egy későbbi járatra. Sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a gépet, amire nem fértek fel, lelőtték. Az apa azt mondta, muszáj Malajziába menniük, így mindenképpen repülőre kell ülniük. Az anyuka gyermekétől elve azt mondta, úgy érzi, kaptak egy második esélyt, és reméli, hogy rendben hazaérnek. A lelőtt gépen több mint 100 AIDS-kutató, orvos, aktivista és családtagjaik utaztak. A Melbourne-i AIDS-konferencián vettek volna részt, ahová magyar orvosokat is meghívtak. Szlávik János infektológus is részt vett volna a konferencián, ő végül mégsem ment, de a kolléganője igen. Ma reggeltől egyébként folyamatosan csörög a telefonom, betegek, barátok, rokonok, más kutatók érdeklődnek, hogy ki volt ezen a repülőgépen. Esetleg véletlenül egy magyar résztvevő is volt pont ezen a repülőgépen. Az AIDS labornak a vezetője szintén Amsterdamból indult erre a konferenciára, de ő Bangkok felé ment. Szlávik doktora többségében holland kutatók közül sokat ismert, például Joplánk professzort, aki, ahogy mondja, nagy veszteség az AIDS-kutatás szempontjából, de a betegség elleni küzdelem nem áll meg, hiszen 15 ezeren vesznek részt a konferencián a világ minden tájáról. Ez a Sydney reptér, ide kellett volna megérkezniük az AIDS-kutatóknak Kuala Lumpuron keresztül. Ez a nő éppen most érkezett egy malájgéppel. Azt meséli, nagyon kiborult, mert mellette olyan valaki utazott, akinek a barátai a lelőtt gépen voltak. Az amszterdami reptér innen szállt fel a malájgép. Ma az utasok rokonai, családtagjai megpróbáltak új információkat kapni szeretteikről, de nyilatkozni nem akartak. Konstantin orosz újságíró, szintén az amszterdami reptéren várt a gépére tegnap este. Úgy tudja, hogy a következő két hétben nem repülhetnek az európai légitársaságok Ukrajna felett. Ennek ellenére sok utas azt mondta, hogy kétszer is meggondolja, hogy repülőre üljön. A katasztrófa helyszínén készült sokkoló felvételeket hosszabban is megnézhetik az rtlklub.hu/hírek oldalon.